Sziasztok! Ebben a részben a router tesztünk összehasonlító videóját fogjátok látni, ahol személyes véleményünket és néhány érdekes mérési adatot fogunk megmutatni nektek. A sorozat célja az volt, hogy hozzávetőleges képet kapjunk a kínálatunkban szereplő Mikrotik és Ubiquiti routerek számítási kapacitásáról. Ehhez a termékismertetőben bemutatott Mikrotik Speed Test parancsot használtuk, aminek az előnye a Bandwidth Test-tel szemben, hogy több információt kapunk vissza egy parancs kiadásával. De az elkészült tesztek után az a véleményünk, hogy ha hiteles mérésre vagyunk kíváncsiak, akkor dedikált mérőeszközöket válasszunk. Nézzük meg, hogy a tesztünkben szereplő két operációs rendszer miben különbözik egymástól a konfigurálhatóság tekintetében. Mikrotiknél a megszokott felületen keresztül tudjuk konfigurálni az eszközt, amivel a router OS-ben jártas emberek percek alatt képesek végezni. A Ubiquiti Edge OS grafikai felületén hamar megtaláljuk az alapbeállításokat, de amiben kicsit bonyolultabb dolgokat akarunk beállítani, mint például egy L2TP-t vagy egy bridge funkciót, abban az esetben a config tree-n belül kell beállítanunk ezeket, ami kissé nehézkes, lényegesen egyszerűbb SSH-n keresztül beállítani ezeket. Általánosságban kijelenthetjük a mért eredményekkel kapcsolatban, hogy az Edge OS egyáltalán nincs kihegyezve bridge funkcióban, viszont rútolásban egyenletes, szép eredményeket biztosított számunkra. A Mikrotiknél előnyként mondható a jó bridge-ési teljesítmény és a széles portfólió, amivel könnyű és optimális termékválasztást érhetünk el. Árnyaltabb képet kapunk a termékek teljesítményéről, hogyha elvégzünk néhány számítást a mért eredmények és a lista árak figyelembevételével. Fogtuk az egyes routerek nagy teljesítményét és CPU terhelését, és kiszámoltuk az 1%-os CPU terhelésre jutó áteresztő képességet, az értékek a következők lettek. Mikrotik 2011 esetén 22,2 megabit per szekundum jutott 1%-os CPU terhelésre, 3011 esetén 50,11 megabit per szekundum, 4011 esetén 89,79 megabit per szekundum, CCR 10.09 esetén kereken 1000 megabit per szekundum, CCR 10.16 esetén 2706 megabit per szekundum, Edge Router 8 esetén 24,18 megabit per szekundum, Edge Router Pro 8 esetén 28,58 megabit per szekundum, míg Edge Router 8 XG esetén 1070 megabit per szekundum. Ezután a listárak figyelembe vételével kiszámoltuk az 1 dollárért kapott áteresztő képességet. Az értékek a következők lettek. 1 dollárért a 2011 esetén 19 megabit per szekundum jutott, 3011 esetén 28 megabit per szekundum, 4011 esetén 36 megabit per szekundum, 10.09 esetén 202 megabit per szekundum, 10.16 esetén 363 megabit per szekundum, Edge Router 8 és Edge Router 8 Pro esetén 7 megabit per szekundum, Edge Router 8 XG esetén 58 megabit per szekundum jutott 1 dollárra. Néhány megjegyzésünk még lenne a teszttel kapcsolatban. A komolyabb routereket nem sikerült megizzasztanunk ezzel a tesztkörnyezettel, viszont ez is kijelenthető, hogy a tesztkörnyezetünk nem tudott lemodellezni egy valós hálózatot, ahol több tízezer session-t kell kiszolgálnia. Számos kérdés maradt nyitva számunkra is, de ha bármilyen ötletetek vagy javaslatotok van, hogy jövőre hogyan folytassuk a router tesztünket, akkor azt jelezzétek felénk. Köszönjük, hogy megnéztetek minket. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a kis csengőt. Sziasztok!